Terefere tercsi, szava pattog, szapora a nyelve, hamulattog. Tercsi mindig főszereplő, jár a szája, mint kereplő, fogacsattog. Énekeltek, táncoltak, zenéltek, prózát és verset mondtak, valamint rövid jeleneteket adtak elő az általános iskolás diákok és tanáraik az első Polák gálán Tahitót faluban. A jótékonysági rendezvény bevételével egy digitális táblára gyűjtöttek, mely az iskola korszerűsítéséhez járul hozzá. Az est háziasszonya Argyelán Krisztina rádiós műsorvezető volt. Több elsős is megkérdezte a kisfiam osztálytársai, hogy akkor ez azt jelenti, hogy én fogok mindenkinek főzni ma este? Hát azt nem, de nagy-nagy örömmel és szeretettel mutatom be önöknek ezt a sok tehetséges gyerkőcöt, akik különféle produkciókkal készülnek a mai estén. Messzi fönn a préri pusztánká bolyog a gól, előveszi bencsóját és még annyit alul. Henza, boly, pirc vagy életet, mert különben szétlöpöm a kocka fejedet. Az iskola mind a 150 diákja és az egész tantestület fellépett a rendezvényen. Zakar Ágnes igazgatónő kiemelte, egy álom vált valóra a gála megrendezésével. A teljes tanári kar egy testként és egy lélekként állt az ügy mellé, amikor szeptemberben megszületett a nagyszabású műsoros estről az elképzelés. Tudjuk azt, hogy egy jó iskolához, akár csak egy ép emberhez, vagy egy működő emberhez kell egy működő és nagyon jól felépített test, és kell egy nagyon jó szellem. A szellemisége az iskolánknak, az nap mint nap találkozhatnak azzal, hogy a gyerekeket neveljük, terelgetjük, oktatjuk szépre, jóra, szeretjük őket, és ez már egy jó iskolának majdnem elégséges feltétele. A gála egyrészt az iskola névadója Polák Mihály építész előtti tisztelgés, másrészt a 20 éves zeneiskola jubileumi ünnepsége volt. Ennek alkalmából virágcsokorral köszöntötte Sajtos Sándor polgármester, Tasnádi Józsefné nyugalmazott igazgatót, valamint Bán Zsuzsanna egykori zeneiskolai igazgatót, akik sokat tettek a zeneiskola létrejöttéért, valamint működéséért. Közel a part, vigyázzunk a hajón is át, anyagyön jobbra néz fel a forrás felé, helypába, helypába, vakit a látványa, húz mégis mélyen, húz, tudod a víz a dúr. Azt szerettem volna, hogyha olyan nagyon-nagyon sokat nem kell a kollégáknak készülni pluszba, tehát a prózai dolgokat állítottam én a szaktanárokkal össze, és itt, ahogy lehetett hallani, olyanok, amik már versenyeken szereplő dolgok, az énekkarnak az óráin szereplő dalok, ezen kívül a nemzeti ünnepeken, ugye itt mi nekünk nagyon nagy ünnepélyeket kell adnunk, és nagy örömmel adjuk a községnek idősek napja március 15, akkor az október 23-ai ünnepés, ezekből mind igyekeztünk beválogatni dolgokat, de voltak olyan kreatív ötletek, mint Pap Juditnak a média, ami szerintem egy újdonság, vagy versenyből a Pest megye értéktárnak a PPT-je, tehát a prózai részbe azt szerettem volna, hogyha nagyon-nagyon pluszban nem kell rádolgozni, de nagyon-nagyon sokat kellett rádolgozni. Egy, mint a többi, vagy még kevesebb vagyok én. Ha tréfálkozom, ott nem ülhet jól a poén. Csak egy lakik bennem, mit dicsérheted, hogy mindenki lelkes, ha énekelek. Most ezt megköszönöm, mert az ének az én. Köszönöm az én.
A gála programját színesítette Polák Mihály életrajzának diavetítéssel illusztrált bemutatása, valamint a diákok által a média óra keretein belül készített két rövid film is. Még közelebb. Áó! Ne ennyire közel! Menj innen! Van egy történetem. Egy titkos rendtagjáról. A 91 éves fésűs Éva Kossuth díjas meseírót is köszöntötték a gálán. Az iskola diákjaként dédunokája Mocskonyi Virág Hová lett a cindri című művét mondta el. Anyu, mondd, hová lett a cindri macska? Úgy elment, hogy a tejecskét a kis tában benne hagyta. Anyu, mondd, nem tévedt el a tetőkön? Kérjük meg a rendőrbácsit, segítsen, hogy hazajöjjön. Fájt neki, hogy a farkát megcibáltam, vagy a gyomrát rontotta el? Úgy meghízott mostanában. Ami nekünk nagy boldogság, hogy úgy értékelték a produkciót, mint önmagában lévő valamit. Nem úgy, mint hogy a kicsik, meg a nagyok, meg a mi gyerekünk, hanem tudtak a gyerekek úgy szeretelni, hogy bárhol meg lehet őket mutatni. Ez nekünk a legtöbb. Nagyon hálás vagyok a kollégáknak, és hát a másik célja is azon kívül, hogy szeretetet adtunk. Én úgy érzem, ahogy hallottam, egy háromnegyed digitális táblánk az megvan, és azt majd nagyon megköszönjük a adakozóknak, és majd beszámolunk róla, hogy hogyan sikerült a maradék rész. Most hát tényleg nem nyugszunk, amíg nem lesz egy táblánk, egy olyan digitális táblánk, ami a tanítást még korszerűbbé teheti. Sajnálom a krömet, most járom szögelmet, se egy cifra ösztökélet adna szeretőnek. Noszárát a legények, én is nektek segítek. Noszárát a legények, én is nektek segítek. Táncra babám, ha szeret, ha nem szeret, formálódik egy közösség, és ez meg is látszik a mi munkánkban is, és reméljük, hogy a gyerekekében is. Te Jankó, veszed teremtette a fajtádnak? Hát még most is abba az ágyba gubasztasz te? Hát már a hasadra süt a nap? Az emberek már rég elmentek az erdőre, te meg még itt henyélsz? Jaj, asszony, én máma nem mehetek ki az erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, de nem merem neked megmondani. Hát mondd már meg, mi a fene lett veled, tán szellemeket láttál? Jaj, te még attól is rosszabb. Hát nyugd ki már, hogy mi bajod. Jaj, asszony, nézd csak, ezt toltam az éjszaka-e. Mindenki boldogan megy haza, tehát ez igazán egy szervezésnek a boldogsága, vagy az öröme, hogy mindenki elégedetten, a gyerekek boldogan álltak még fél kilenckor, vagy kilenckor is a színpadon, tehát ez egy nagyon szép este volt, úgy érzem. A rendezvény utolsó produkciójaként a Valahol Európában című musicalből hangzott el részlet. A fináléban az est összes fellépője, diákok és tanárok közösen énekeltek, mely méltó zárása volt a Tahitót falui általános iskola első Polák gálájának.